A járókelők az utcáról, a közelben lakók pedig az ablakokból kísérhetik figyelemmel, hogyan újul meg a Kossuth Lajos gimnázium. A 120 tanévet megért épület rekonstrukcióját tavaly nyáron kezdték. Egyre látványosabb a felújítás, egyre jobban körvonalazódik, hogyan fog kinézni a megújult iskola. Gyönyörű lesz az épület, hiszen megújul a külső homlokzat és a cserepek díszítő mintázatát is a korabeli tervek alapján készítik el. A kivitelező folyamatosan halad. A hetekben a nyílászárókat cserélik, az energiahatékonyság jegyében új faablakokat helyeznek be. A födém megerősítése és a hőszigetelés mellett a tornaterem fölé napelemrendszer telepítenek. Javítják a tornaterem aljzatát és vakolják a közlekedőket, valamint a földszinti folyosókat. Ezekkel párhuzamosan elektromos és képészeti munkákat végeznek, a belső udvari bejárathoz pedig rámpa és hidraulikus felvonó létesül, akadálymentessé téve az épületet. A korabeli tervek alapján visszaállítják a két tornyot, ami az intézmény hátsó lépcsőháza felett állt régen, és elkezdték az udvaron a csapadékvíz, illetve szennyvízelvezetés kiépítését. Az örökségvédelmi szempontból is ikonikus gimnázium műszaki átadása idén decemberre várható, ígéri a kivitelező. Erre pedig meg is van minden esély, hiszen nagyon jól haladnak a munkákkal, jelenleg 40%-os készültségben van az épület. A gimnázium teljes mértékben hazai forrásból valósul meg, a kormányzati támogatás összesen mintegy 3 milliárd 370 millió forint.